idén is jó cél érdekében gyűjtöttek Bonyhádon. Advent első szombatján a művelődési házban tudtak a segíteni akarók süteményvásárlással adakozni. A rendezvény bevételéből idén a rászoruló családok karácsonyát tudják megszépíteni. Különböző ajándékcsomagokat is hoztattak az emberek, tele iskolai tanszerekkel, vagy akár ruhákkal. Irestova harmadik alkalommal rendezzük meg itt Bonyhádon a sütivásárt, jótékonysági célból. Közös összefogással próbáljuk meg a bonyhádi lakosságot rávenni, hogy rászoruló családoknak segítsenek sütemények adományozásával, és az ebből befolyt pénzösszeget ajánljuk fel a rászorulók részére. A legelső sütivásárunk egy SMS kisfiú részére történt, ott is egy nagyobb összeget sikerült a kisfiú részére összegyűjteni. Utána ugye a Covid időszak előtt még volt egy rendezvényünk, akkor is így a bonyhádi rászoruló családok részére gyűjtöttünk, és idén ugyanúgy úgy szinte ez egy ilyen összefogás más civil szervezetekkel, illetve egyesületekkel. A sütivásáron az egyesületek és szervezetek mellett bonyhádi lakosok is hozhattak süteményeket, melyeket direkt erre az alkalomra készítettek. A Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai is jelen voltak, hiszen elmaradhatatlan résztvevői a hagyományos adventi sütivásárnak. Mi a Család és Gyermekjóléti Központnál dolgozunk a kolléganőmékkel, akik itt állnak a hátam mögött, és a sütivásár bevétele, illetve az adományok, amik éles alkalom során ide kerülnek gyűjtésre, arra mi hátrányos helyzetű rászoruló gondozott családjainkhoz fognak kerülni. Jótékonysági sütivásár évente egyszer kerül megszervezésre, viszont igen, a gyermekjóléti központunknak van egy egyesülete, és az egyesületünkkel szoktunk pályázni évente többször, és a Magyar Élelmiszer Bankkal van együttműködési megállapodásunk már nagyon-nagyon régóta, több éve, és az ő pályázati felhívásaik szoktak nekünk segíteni még abban, hogy élelmiszert tudunk például gyűjteni karácsony előtt élelmiszeráruházakban. Ha valaki kevésbé édesszájú, de szeretne segíteni, az Angyalhívó Egyesület tombolával is készült. A közel 20 tagból álló szervezetnek elkötelezett célja, hogy összehozza az embereket egy jó cél érdekébe és segítse a rászorulókat. Az Angyalhívó Egyesület közel 20 éve működik itt a kistérségben. Nagyon sok programunkat bonyolítottuk le, hátrányos helyzetű családok, illetve gyermekek felzárkóztatásával foglalkozunk. Egész évben gyűjtjük a rászorulók számára az adományokat. Gondolok itt ruhanemükre, tanszerekre, élelmiszerre, akár bútorra is. Nagyon sokrétű az összetétele az egyesületnek, hiszen van köztünk egyetemi tanár, van köztünk szociálpedagógus, van köztünk ács és fodrász is, tehát hogy próbáltunk nagyon sokrétű egyesületet összehozni, nagyon sok önkéntesünk van, és ez a szám egyre nagyobb, ennek nagyon-nagyon örülünk. Idén is csatlakoztunk ehhez az Adventhez, ez egy csodálatos összefogásnak az eredménye. 3 évvel ezelőtt volt egy nagy jótékonysági rendezvényünk, és azóta az önkormányzattal, illetve a Solymár Imre Városi Könyvtárral, illetve a Művelődési Központtal közösen bonyolítjuk le ezt. Az idén, amit mi programelemként bevállaltunk, az itt látható mellettünk az angyalzsák. Ez azt jelenti, olyan, mint egy tombola, csak annyi különbséggel, hogy azonnali nyeremény van, tehát aki kihúz egy tombolát, az azonnal nyer valamit. Ez az angyalzsák, ez azért is alakult, mert nagyon sok felajánlásunk szokott érkezni, és mivel már a cipős dobozokat olyan nagy mennyiségben gyűjtöttük össze, kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha eladnánk ezeket az utalványokat, tárgyi eszköz felajánlásokat, ezeket megvásárolja 2000 forintért, és ez mind jótékony célra fog menni. A sütivásáron Bonyhád város polgármestere Filóné Ferenc Ibolya is részt vett. A rendezvény fontos része Bonyhád életének, és egy remek alkalom arra, hogy összehozza az embereket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a mai nap eljött, hiszen nagyon régóta minden bonyhádi lány és asszony azt várta, hogy ez a nap eljöjjön. Sajnos az időjárás az közbeszólt, és beszorultunk ide a művelődési központba, hiszen a rendezvénytéren álmodtuk meg az első adventi hétvégénket. Jótékonysági sütivásárral. Volt már rá példa, és akkor is egy civil összefogással indult,
Most is nagyon-nagyon széles körű összefogásról számolhatok be, hiszen az a sok-sok bonyhádi lány is asszony, akit említettem az elején, velük együtt több civil szervezet, például az Angyalhívó Egyesület, és természetesen Bonyhád Város Önkormányzattal fogott össze annak érdekében, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat javára minden olyan családnak tudjunk segíteni, akiknek egy picit kevesebb jutott, és fogalmazhatunk úgy, hogy rászoruló családok. A sütivásárnak ez a lényeg, hogy mindenki kap egy kis boldogságot, hiszen a süteményt mindenki szereti, de cserébe, amiért megvásárolta, az a befolyó összeg, az pedig a bonyhádi családok számára megy. De az is nagyszerű érzés, hogy maguk a sütemények is úgy készültek, hogy felajánlásból. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Örömmel állunk minden olyan kezdeményezés mellé városi szinten, ami egy olyan közösséget teremt itt a városban, amiért jó azt érezni, hogy mi bonyhádiak vagyunk. Az adventi időszakban előtérbe kerül a nagy lelkűség és az adakozás. Viszont a rászorulóknak nem csak karácsony előtt van szükségük segítségre. Több szervezet is van Bonyhádon, akik szívesen várják az adományokat bármilyen formában, évközben is. Gondozott családjaink száma évről évre nő, és egyre több sajnos, és ez körülbelül 3-400-as nagyságrendet képvisel. Mi nem csak most tartjuk fontosnak az adománygyűjtést, hanem egész évben, hiszen a gondozott családoknak nem csak decemberben van szükségük adományra, hanem az év minden hónapjában. Viszont ez azért kiemelkedő jelentőségű, mert hogy itt egy széleskörű összefogás valósult meg. Bonyhád város önkormányzatával, civil szervezetekkel, egyesületekkel, karöltve tulajdonképpen tényleg egy széles társadalmi összefogással valósult meg ez a sütivásár, és hogy mindenki itt Bonyhádon és Bonyhád környékén, ami gondozott családjainknak adakozik, ami természetesen szívet melengető. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lenézzünk azokra, illetve kezet nyújtsunk azoknak, akiknek szüksége van ránk. A bonyhádi sütivásáron színvonalas adventi műsorral készültek.